szólította akarat, király! Jaj, én hívtalak, kedves herceg! Ja? Nagy szükségünk lenne a segítségére, hogy végre ez a szerencsétlen esemény sorozat a helyére álljon és a lányunk. Végre a jegyes ember. Na, azt majd megbeszéljük, belső lány. Benne vagy egy kis szívjátékban? Na, színház! Persze! Mindig is szerettem a színházat. Kiskoromban is komédiás akartam volna lenni, bejárni az egész világot. Hát de tehetségem az nem volt sok hozzá, de azért még most is csinálom. Na, és még hányan? Szóval benne vagy! Persze! Mit kell tenni? Máguska? Attrazione! Az előző évben nagy közönség sikert arattak a Magyarok Dalszínház mesedarabjai, így az elmúlt hétvégén újabb történetet vitt színpadra a társulat, amely az Elátkozott királylány című zenés mesejátékkal örvendeztette meg a gyerekeket. Hál' Istennek a tavalyi évben először bemutatkozott mesedarabjaink nagy közönség sikert arattak, és több helyszínen is jelezték, hogy szeretnék, hogyha még további darabokkal színpadra állnánk, és hát mi is éreztük a közönség szeretetét, és úgy gondolom, hogy a legértőbb közönség az a gyerekeké, és hogyha őket hozzászoktatjuk, hogy jó kis színházi előadásokra járjanak, akkor ez felnőtt korban és a későbbi korban is vissza fog köszönni. És nagy öröm volt, hogy azt láttuk, hogy családok jöttek, felnőttek, olyanok, akik már jártak, úgymond felnőtt előadásainkon, olyanok is, akik nem. És hát összességében úgy gondoltam, hogy az a három mese, ami ebbe az évadban majd a Magyarok Dalszínház repertoárjára kerül, kicsit legyenek mások. Ugye a magyar népmesei alap azért alapvetően nagyon sok hasonlóságot ad mindegyik mesének, és hát innen jött egy kicsit az elgondolás, hogy hát milyen is ma egy elátkozott kis királylány, ugye bármely szülőnek a kis királylánya, ugye, aki ha esetleg olyan dolgot kell csinálni, ami nem tetszik, akkor rettenetesen szörnyűnek érzi az életét, és úgy gondolja, hogy mindenki összeesküdött ellene, és hát mi ezt vettük alap helyzetnek. Tulajdonképpen a mi királylányunk az egyáltalán nincs elátkozva. Egy kicsit megviccelik a szülei és a palota többi lakója, hogy ráébredjen arra, hogy tulajdonképpen az ő nagyon boldog életet él, és mindenki nagyon szereti. Csak vannak olyan feladatok, amiket el kell végezni, de hát tulajdonképpen az egésznek a mozgatórugója a szeretet. Tehát ez volt az egész alaptézis, de úgy tűnt, hogy a közönség vette ezt a gondolatot. Azon kívül, hogy természetesen fontos, hogy itt mondjuk a régi meséket megismerjék, de azért annyi impulzus éri már a mai piciket is, tehát már az óvodásokat, kisiskolásokat, a mindenféle média hatás, hogy ez alól nem mondhatjuk azt, hogy kibújjunk teljes mértékben, tehát a kettő közötti összhanggal kell azt megtalálni, hogy ők nézzenek majd később utána, úgy olvassa már el, tehát őket egy kicsit a modernkor dolgaival kell megszólítani, és onnan egyszerűbb rávezetni a klasszikusokra, mint fordítottam, mert lehet, hogy egy klasszikussal nem úgy reagál egyből. Őrség, ki engedte be ide ezt a lányt? Tisztét felessék el! Folytassuk, kérem! Tessék, én vagyok Lili királylány. Nem ismerünk semmiféle Lilit. Éppen Leila hercegnő eljegyzését próbálja megzavarni, kisasszony, kérem távozzon. Na de anya, hát én vagyok az! Ne sértegessen engem, mert kijövök a sodromból! Vigyék a szemem elől! Kérem, jöjjön vele, kisasszony! Egyen már te bénod, Jedi! Kérem, kisasszony, ne legyen még egyszer! Blanka! Hé, Blanka! Az az én koronám rajtad? És ki ez itt melletted? Jaj, úristen, ez az Aki-Maki herceg vagy ki! Te vagy a kérőm, nem? Emlékszel rám? Dehogy is, kicsoda maga! Hagyjon már, kisasszony! Mi van? Senki nem emlékszik rám? Nem láttuk engem? Mi bajotok van velem? Jól van! Ezt még nagyon meg fogjátok bánni. Szórakozzatok csak velem, de ezt még mindenki nagyon megkeserüli. És ne gondoljátok, hogy ezt valaha is elfelejtem. A társulat tagjai számos darabban helytártak már a színpadon, most egy gyermekmese szereplőinek bőrébe bújtak. Erről kérdeztük a két főszereplőt. Egyrészt nagyon más volt, nagyon számítottunk a gyerekek pozitív visszajelzésére, és ez a darab egyrészt a modern időket is megidézi, meg a régmúltat, és ez a vegyes, összefűzött történet szerintem nagyon nagy kihívás volt számunkra, mert a hisztis királylány szerepét kaptam én. Nem mondom, hogy nem volt honnan meríteni, jó pár évvel ezelőtt, vagy az unokaugaimat, hogyha megnéztem, minden kislánynak van egy ilyen korszaka, úgyhogy szerintem viszonylag testhez álló volt a szerep, de nagyon szép dalokat kaptunk a darabban a zeneszerző Medvecki Szabolcstól,
így egy nagyon szép mesemüzikel született belőle. Hogyan érezted magad te a színpadon? Hát nekem ez volt a legelső ilyen mesedarabom, amiben szerepeltem. Teljesen meg voltam ijedve először, mert nem tudtam, hogy számítsak a gyerekekre, mert ugye kommunikálunk közben a darabban ők, és hogy jeleznek majd vissza. De szerintem nagyon tetszett az összes gyereknek, és így én is jobban élveztem az egész előadást. A gyerekek nem csak nézői, hanem aktív résztvevői is voltak az előadásnak, amelybe olykor-olykor be is kapcsolódtak. Számítottunk arra, hogy lesznek visszajelzések, de arra, hogy ennyire aktívan részt vesznek a darabban, és folyamatosan kommentálják, és egyrészt segítenek nekünk, és mi tudunk belőlük építkezni, hogy folyamatosan mondják, hogy igen, nem, szép vagy, ott van, ott a herceg, nem, nincs igazok, tehát mindig tudták mondani, és ők is tovább fűzték a történetet, és így szerintem aktív részeseinek érezték magukat a történetben. A nagy érdeklődésre való tekintettel február 2-án 11 órakor újra bemutatja a társulat a Jókai moziban a darabot, amelynek zenéjét a Komáromi Kamarazenekar karmestere és művészeti vezetője Medvecki Szabolcs jegyzi.